Komáromi György vagyok, a Színházat Éjszakája projektvezetője. Először is szeretném köszönteni Szalai Bobrovinszki Alexandra főpolgármester helyettes asszonyt, aki majd nem sokára megnyitja az 5. Színházat Éjszakáját, valamint Kovács Krisztát, a Baltazár Színház rendezőjét, és Metzner Jánost, a Budapest Bábszínház igazgatóját. Nagy szeretettel köszöntöm a résztvevő 30 színház igazgatóját, képviselőjét és a sajtómunkatársait. Kérem főpolgármester helyettes asszonyt, hogy tartsa meg a megnyitó beszédét. Nagyon hivatalosak vagyunk a múltkori sajtótájékoztatóhoz képest. Én is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm az igazgató asszonyokat, urakat, mindenkit, akit a sajtó részéről érdekelt a mai esemény, amit 5. alkalommal fogadhat be, segíthet tulajdonképpen a főváros és a fővárosi önkormányzat. Idén 30 színház csatlakozott, nagyon örülünk neki, megint vannak újak, akik eddig még soha nem vettek részt ezen az eseményen. Közülük is majd egyet még később szeretnék kiemelni, akinek pedig külön nagyon hálásak vagyunk és nagyon örülünk. De vidéki színházak is csatlakoztak az idejében is, Nyíregyháza, Miskolc és Debrecennek a teátumában is nagyon izgalmas események fognak holnap délutántól az éjszakában nyúlóan egyébként zajlani. Önök is tudják, hogy miért szerettük ezt a rendezvényt, azért is, mert olyan kulisszatitkokat tudhatunk meg ilyenkor a színházi világ életéből, amire egyébként a normál kerékvágásban, a hétköznapi életben egyszerűen nincs lehetőségünk, se időnk, se alkalmunk. Ezen az éjszakán viszont, ezen a délutánon kinyílnak ezek a rejtett kapuk, be lehet menni minden egyes rejtett szobába, el lehet úgy beszélgetni színészekkel, rendezőkkel, öltöztetőkkel és még rengeteg egyéb munkatársal, akinek köszönhetően egy-egy színházi produkció összeáll, ahogy ezt soha máskor egyébként nem tudjuk megtenni. Lesznek itt például bábjátékok vagy improvizációs maraton, ki lehet próbálni magunkat színházi szerepekben, ahogy egyébként máskor nem biztos, hogy olyan sikeresen tehetnénk ezt meg. Lesz felolvasó színház, vagy playback színház, és nyílt próbát is meg lehet majd tekinteni. És ez csak néhány abból a több mint 200 programból, ami tehát holnap délután és éjszaka fogja önöket várni. Említettem, hogy több új résztvevő is van az idejében. Ilyen az Eres Ferenc, a Sanyi és Aranka Színház, a Turaida Színház, illetve a Vidám Színpad mellett a Baltazár Színház is, akiket azért is érdemes kiemelni, mert ők az egyedüli hivatásos színtársulat, amelyek úgy foglalkoztatnak sérült embereket, hogy ezek a sérült emberek ezt hivatásként pénzért tudják megtenni. Tehát lehetőségük van arra, hogy valóban a tehetségükből éljenek meg, és ne úgy nézzenek rájuk, mint akik valakikhez képest alkotnak értéket, hanem önmagában is tényleg valóban nagyon színvonalas produkciókat tudnak létrehozni, sokszor évtársaikkal együtt. Ez is annak a jele, hogy az idei Színházak Éjszakájának az egyik fókuszpontja az a sérült emberek felkarolása és az esélyegyenlőség mindezt kiterjesztve. Nem véletlenül, hogy egyébként ebben a színházi program füzetben, ahol érdemes karikálként hova szeretnénk eljutni, hogyha egy teljes estét, éjszakát számít magunknak a holnapi nap. Tehát ebben a füzetben külön fel vannak tüntetve piktogramokkal azok az események, amelyre kerekesszékkel be lehet menni, amelyre a látássérülteket különösen figyelnek az audionarrációval, esetleg a hallássérülteket segítik, tehát igyekszünk ezt mindig biztosítani. De nem csak ezen az egy éjszakán figyelünk erre oda, hanem a főváros igyekszik egész évben tenni azért, hogy a kultúra valóban mindenkié tudjon lenni. Egyrészt a minden fejlesztésünk most már új valósul meg, minden olyan beruházás, ami a színházakat építi-szépíti, hogy azok már akadálymentesek legyenek, több ilyen is az elmúlt években megvalósult. Másrészt, amikor a budapesti színházi keretről döntünk, ami tulajdonképpen egy plusz forrás a színházainknak, akkor mindig ott van a bírálási szempontok között az, hogy ezek az emberek is el tudjanak jutni színházba, akár akadálymentes járatokat biztosítva, akár máshogy. A sajtótájékoztatón idén pedig volt egy kis gyerek, amikor flipper versenyen mérhették össze a színházak a tudásukat, és ezzel aztán három színház, a Katona, az Örkény és a Karinti Színház tudott magának egy kis jelképes, de azt hiszem mégis fontos forrás nyerni ilyen típusú beruházásokra. A másik
másik dolog, amit szeretnék elmondani, hogy ahogy az eddigi években is, idén is nagyon sok program áll rendelkezésre azoknak, akik a gyermekeiket szeretnék egyébként már korán a színházi életbe bevezetni, elősegítve azt a nekünk nyilván nagyon fontos célt, és a színházaknak nagyon fontos célt, hogy minél több olyan értő néző legyen majd Budapesten az éves során, aki kíváncsi a Budapestnek a gazdag kulturális színházi életére. Erre tehát idén is lehetőség lesz, én is majd a program egyik részét a lányommal együtt fogom abszolválni, aztán persze lesz a része, amikor már én is csak édesanyámmal együtt nézek körbe, de azt szeretném összességében mondani, hogy aki gyerekekkel, kamaszokkal szeretne nekivágni ennek az estének, az nemhogy megteheti, hanem bátran tegye meg. Rengeteg olyan program van, akár a Vágszínházban, akár a Kolibriben is, ami nekik abszolút izgalmas és alkalmas a befogadásra. A tehetséggondozás az ugyanilyen fontos, hiszen nem csak fiatalkorban figyelünk oda egyébként a legújabb generációra, hanem akkor is, amikor megpróbálnak kilépni valamilyen módon az élet kapuján. Nagyon fontos az számunkra, hogy a tehetséggondozást egy prioritásként kezeljük, és nem véletlenül jutottuk el a Fügével közös szervezésben a most már második alkalommal kiírt staféta pályázatot, amely azoknak a független alkotói csoportoknak ad lehetőséget a bemutatkozásra, egy-egy produkció létrehozására és színpadra viteléhez, akik egyébként nem biztos, hogy bármilyen állami vagy egyéb forrással ki tudnak lépni ezen a kapun és meg tudják mutatni magukat. Így hadd ajánljak egy programot a Jurányi Házban, részben ennek a pályázatnak az égisze alatt valósult meg az Orlandó című előadás, és ennek a próbájába tudnak majd betekinteni. És még egy esemény, ami a színházak éjszakájához kapcsolódik, de nyilván továbbra is érdekes a figyelme, nem csak erre az egy napra és éjszakára, az pedig az a hangos könyv applikáció, ami egész évben folyamatosan frissül, ezt a Fővárosa Városarculati cégével és a Margó Fesztivállal együttműködésben hozta létre, és ez egy ingyenesen letölthető applikáció a telefonunkra. Tulajdonképpen kortárs magyar írók egy-egy darabjából felolvasást hallgathatunk meg, bármikor, amikor futunk, amikor utazunk a metrón, vagy amikor kedvünk meg hangulatunk szótjan egy ilyenre, akkor közelebb kerülhetünk ezekhez az alkotásokhoz. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon színes a program kínálat idén is, nagyon izgalmas az a választék, amiből lehetőségünk van idén is csemegézni, és nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire örülök annak, hogy a színházak ilyen nyitottak arra, hogy nem kis plusz munkával idén is körbe kalauzolják a budapestieket, talán azokat is, akik néha-néha csak ilyenkor jutnak el adott esetben a színházba, de talán ezeknek az estéknek, óráknak, ennek az éjszakának köszönhetően a szeptemberben induló színházi évadot már ők is aktív nézőként fogják tudni a budapesti színházakban velük tölteni. Úgyhogy ezt köszönöm szépen a szervezőknek idén is, és nagyon-nagyon jó nézelődést és szórakozást, és akinek munkával telik, annak meg munkát kívánok a színházak részéről ehhez. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, és felkérem Metzner János, a Budapest Dachszínház igazgatóját, hogy a Fővárosi Fenntartási Színházak nevében mondjam a beszélni. Tulajdonképpen egy vacak helyzet, hogyha az ember nem első megbeszél, mert egy csomó minden elhangzik, amit már korábban gondolt, hogy el fog mondani. Úgyhogy is megpróbálok, ami eszembe egy picit röviden ezt ígérve mondani. Én azt gondolom, hogy a színház ma járás az mindig egy ünnepet jelent. Mégpedig egy nagyon sajátságos ünnepet, mert igazából egy komoly játék folyik. Értem ez alatt azt, hogy egyrészt a színész fönt játszik, az természetes, de tulajdonképpen, hogyha egy jó előadás van, akkor folyik egy szenvedélyes, szórakoztató, intellektuális játék, ami a nézőben zajlik be, és a kettőjük közötti kapcsolat azt hozza létre igazán azt a fajta katarzist, amiért megyünk színházba. Régen ehhez nagyon szépen mindig a nézők felöltöztek, mondjuk 100-120 évvel ezelőtt. Ma inkább egyre jobban közelítünk ahhoz, hogy az élethez legyünk közel, és ezeket a határokat próbáljuk eltüntetni. És tulajdonképpen a színházak éjszakája erre nagyon alkalmas, mert itt nem abban a formában látjuk a színházat, ahogy máshogyan szoktunk, hanem itt, ahogy az előbb elhangzott, hogy a legkülönbözőbb módon
hogy láttunk próbákat, esetleg nem elvesztett próbákat, de ezekbe bele lehet szólni, lehet kérdezni, lehet beszélgetni. A színészek is sokkal inkább nem teljesen megtanult szövegeket mondanak, hanem önironikusan, öngúnyjal, szarkazmussal beszélnek saját magukról, és valóban, hogy a színpadi háttérmunkásoknak is, a munkáját is megismerjük. Tulajdonképpen ez egy picit a gyökerekhez való visszamenés. Amikor először végig is azt, hogy színház kialakult valahol, hogy két kavicssal, meg egy fadarabbal hoztunk létre helyzeteket, szituációkat, és itt is ilyen váratlan események jönnek létre, és ezek mind-mind részben ezt a játékosságot segítik elő, és de döntően az, hogy közelebb kerülünk ahhoz, hogy milyen is az a színházi élet. És ha én beszélek, akkor muszáj ugye néhány szót arról szólnom, hogy a gyerekek, hogy arra gondolok, hogy 22 évvel ezelőtt megszűnt az egyetlen állam, a magyar gyerekszínház, és csak Szabadkán létezett. És ma azt látom, hogy több van, mint ahogy említette is a fölöklagás helyettel asszony, de talán ami még fontosabb, hogy minden színházban ez nagyon erőteljesen beindult. Hogy gyerekelőadások és ifjúságnak szóló előadások jönnek létre, és tulajdonképpen ezt a programot végignézve is az egyik komoly értékének ezt látom ennek a esemény sorozatnak, és tulajdonképpen az, hogy ami 5 évvel ezelőtt azt mondom, Gábor indította el ezt az ötletet, és lett a színházak éjszakája, hogy ez hogy eredményesedik, hogy azzal, hogy most már magánszínházak és független színházak, támogatott színházak részt vesznek benne, és már vidéki színházak is, azt gondolom, hogy komoly esély van arra, hogy pár évenből már egy egész országos hatás és országos jelentőségű esemény legyen, és azt remélem, hogy ez a mostani holnapi nap, ezt tovább fogja ezt megviselni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Eredetileg Elek Tóra, a Baltazár Színház művészeti vezetője tartotta volna meg a beszédet, de sajnos ő utolsó pillanatban megbetegedett. Ugye fölkérném Kovács Krisztát, a Baltazár Színház rendezőjét, hogy olvassa fel Elek Tóra üzenetét, beszédét az állami színháznak és az egyéb résztvevő színháznak. Kedves főpolgármester, helyettes asszony, kedves Alexandra, kedves János, kedves Gyuri, kedves Mindnyájatok! Mindannyian az év minden napján csináljuk a dolgunkat. Próbálunk, előadásaink vannak, és adódik egy ilyen kiemelt nap, amiben kiki belesűrítheti a hitvallását. Amikor megmutathatja, hogy mit gondol a színházról. Bizonyára sokan sokfélét, de egyben talán közösett, hogy a színház varázslat. Amikor varázslatról beszélünk, a színház legősibb minőségéről és legaktuálisabb feladatáról van szó. A színpadon megszülető teremtő energia átadásáról, hogy munícióval lássuk el a nézőt, hogy feltöltekezzen abból az 1-2-3 óra varázslatból a hétköznapokra is. A színházak éjszakája a néző számára azt a kecsegtető lehetőséget nyújtja, hogy bepillantást nyerhet a másik oldalra. Nyakon csípheti a varázslatot. A leleplezett trükk kiábrándultsága nélkül. Hiszen itt a trükk nem egyenlő a szemfényvesztéssel, a technikai bravúrokkal. Nekünk a lényeget kell láttatnunk. Megmutatni, hogy miért van az, ha beteszünk az üres térbe egy színészt, akkor valami megváltozik. Valami elkezd működni, a puszta tehetség által. És még valami más is kell hozzá, ami nehezebben fogalmazható meg. Valami olyasmi, amit úgy hívhatnánk a lélek nyelvén való kommunikáció. Ezek együttesen adják azt a tudást, ami a színpadon képes a csúnyából szépet, a dadogósból szép beszélőt, a hétköznapokban elveszett apró emberekből pedig magabiztos színpadi óriást csinálni. Ez a nap, ahogy a Baltazár Színház színészei minden egyes előadásuk előtt odasúgják, ajándék a nézőnek, és nekünk is elektronikus. Köszönjük szépen, és most megkérem a jelenlévő színház igazgatókat, hogy fáradjanak előre csoportképe erejéig, és tájékoztatom önöket, hogy a sajtótájékoztató formális része ezután véget fog érni, illetve a sajtó munkatársai, hogyha szeretnék interjút készíteni, akkor utána az igazgató képviselők állnak rendelkezésre.
Jöjjenek nektek, hogy